Üdvözlünk a Vacsmodzsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával a 10 legjobb Kung Fu Panda pillanatot hoztuk el nektek. Vigyázzatok, mert itt-ott spoileresek lehetünk. Finally, a worthy opponent. Our battle will be legendary. 10. Oogway mester eltávozása. Kung Fu Panda. Mindenki ismeri Oogwayt, a bölcs teknős mestert, ráadásul ő tanította meg Shifut a kung fu, na meg az élet rejtelmeire is. Az idős és szenilis mentor éppen a Szent Barack alatt gondolkozik, amikor Shifu pánikolva betoppan, hogy Tai Lung megszökött. Tai Lung has broken out of prison. He's on his way. That is bad news. Habár Oogway betonbiztos abban, hogy a sárkányharcos le fogja győzni az ex-tanítványt, de Shifu erősen kételkedik Pooh-ban. Oogway a barackfát használja fel metaforaként, hogy Shifunak el kell fogadnia és segítenie kell Pooh-t úgy, ahogy van, és nem ráerőltetni azt, amit Shifu akar. You just need to believe. Promise me, Shifu. Promise me you will believe. Ezzel az utolsó leckével Oogway már tudja, hogy közeleg a vég, ezért egy lélegzetelállítóan vagány és csodás jelenettel eltávozik. Master! A szívbe markoló lecke az életről kombinálva a gyönyörű képi világgal és zenével egy nagyon emlékezetes jelenetet kreált. 9. Apa-fia játék. Kung Fu Panda 3. A harmadik filmben Pooh végre találkozik a biológiai apjával, Lee-vel. A dagi kung fu harcos természetesen körbe mutogatja az apjának a palotát, annak minden felbecsülhetetlen kincsével együtt. Sweet ride. És mivel nem esett messze az alma a fájától, ezért nem sok kell nekik, hogy hatalmas bohóckodásokba, meg játszogatásokba kezdjenek, és persze a kincseket sem hagyják ki a buliból. Go long, son! Oh, I wasn't ready! Lényegében ebben a jelenetben pótolják be azt, hogy olyan sokáig külön voltak, szóval fontos momentum ez az életükben. Na, meg az egyedi páncélok, fegyverek és tárgyak is eléggé kreatívak és ütősek. Mondjuk Shifu és az örjöngő ötös nem kifejezetten örül a bohóckodásuknak, de szerintünk nagyon imádnivaló képsorok voltak ezek. Hello. 8. Pooh kiképzése. Kung Fu Panda. Shifu ráeszmél, hogy mivel is lehetne kiaknázni Pooh potenciáját, természetesen a kajával, ezért elviszi a kung fu szülőhelyére. This is the birthplace of kung fu. A hegyoldalban Pooh-t a kedvenc dolgával ösztönzi a kiképzésre, ami mi más lenne, mint a kaja. A jelenet nagyon szórakoztató és király, de a legjobb pillanat kétségkívül az, amikor Shifu és Pooh egy brutális evőpálcika csatát vívnak a gombócokért. You are free to eat. Am I? Are you? Annak ellenére, hogy nagyrészt evésre szánt tárgyakkal csatároznak, a koreográfia meg a tempó meglepően eszelős. Pooh örül magának, hogy evés nélkül is kibírta, mi pedig annak, hogy egy ilyen vagány csatát láthattunk. I'm not hungry. Master. 7. Harca Jáde palotában. Kung Fu Panda 3. Oogway egykori barátja és harcostársa Kai visszatér a szellemvilágból, ahova pont a mester száműzte. Az a terve, hogy Kína minden kungfu mesterétől ellopja a csít és lerombolja mindazt, amit Oogway felépített, ezért megtámadja a Jáde palotát a bizarr őrjöngő ötös változataival. Now I will destroy everything he has created! Kai nagyon menő láncokat használ, amiknek a végén egy zöld balta van, így a harci jelenetek és a támadások kifejezetten kreatívak. How's that for a little kid? Kainak végül sikerül Pooh legtöbb barátját a szolgájává változtatnia, majd lerombolja a palotát Oogway mester szobrával együtt. A bika támadása nem tart túl sokáig, viszont annál effektívebb. I will show you the true power of chi, brother. No. Hatodik, Tai Lung vs. Shifu, Kung Fu Panda. Ez a csata kifejezetten tragikus, tekintve kettejük múltját. I have come home, master. Lényegében Shifu nevelte fel Tai Lungot és azzal hitegette, hogy ő lesz majd a sárkányharcos. A hópárduc megérkezése brutálisan epikus, viszont a találkozásukból csak úgy árad az érzelem. Who denied me my destiny?
A harcjelenetek hihetetlenül látványosak, a tempó is pokoli, és tele van pakolva az egész nagyon szuper mozdulatokkal. Például amikor Shifu lazán eltéríti a batár nagy kardot, na az liba bőrös. Tai Lungot ugye Shifu nevelte fel, szóval az egész olyan, mintha a saját fiával harcolna, a mester vereségét pedig szívszorító végignézni. Az atmoszféra, a környezet kreatív kihasználása és az érzelmi túltengés miatt ez az egyik legelragadóbb harc az egész franchise-ban. Ötödik, Po és Kai csatája. Kung Fu Panda 3. Amikor Kai megtámadja a panda falut, Po abban reménykedik, hogy a legendás Wuxi újfogással kivégezheti az ellenfelét. A baj csak az, hogy a technika csak halandókon működik. It only works on mortals. Kai majdnem legyőzi Pót és a többieket, és mivel nincs más választása, ezért megfogja Kait és saját magán alkalmazza a mozdulatot, így mindketten a szellemvilágban kötnek ki. A panda majdnem alul marad a csatában, viszont a családja és a barátai segítségével Pó Csíje egy sárkányként jelenik meg, majd a saját csíjével elpusztítja a gonosztevőt. I am the dragon warrior. Get it? See the giant dragon? De tényleg ez az egy harc akár egy külön mesének is elmenne, olyan jól felépített története van, a kilátástalanságtól kezdve a győzelemig. Bár Kainak túl sok Pó Csíje, de mi egyszerűen nem tudunk betelni vele. Negyedik, Tai Lung megszökik a börtönből. Kung Fu Panda. Tai Lung egy fenomenális harcművész, a bemutatkozása pedig durván epikusra sikerült. Kiderül, hogy Po személyében kiválasztották az új sárkányharcost, ezért egyetlen darab madártól segítségével kiszabadul a láncok alól. Ezután neki fog, hogy megmeneküljön az abszurdan bonyolult börtönből, és ehhez kb. Mindent is felhasznál. Még az sem zavarja meg a főgonoszt, hogy konkrétan beszakad alatta a föld. Archer! Annyira vagány az egész, hogy a végére szinte már drukkoltunk a csávónak, hogy sikerüljön. Hihetetlenül állat az egész, telepakolva ütős és meglepően vicces jelenetekkel. Fly back there and tell them. The real dragon warrior is coming home. Harmadik, hogy kivé akarsz válni. Kung Fu Panda 2. A Lord Shennel való összecsapása után Po egzisztenciális krízisbe kerül és egy folyóban sodródik, de szerencsére a pandánkat kimenti a jövendőmondó. Stop fighting. Let it flow. A jövendőmondó elárulja neki, hogy éppen a szülőfalujában van és segít neki emlékezni a múltjára. Po a belső békét keresve meditálni kezd és felidézi azokat az elfojtott emlékeket, amiben a szülei feláldozzák magukat, hogy megmentsék őt. A bölcs és jós kecske tanácsára Po ráeszmél, hogy igazából a döntései teszik őt azzá, aki, és nem pedig a múltja, illetve a származása. Who are you, Panda? I am Po. Nagyon erősen érzelmes jelenet, ami megágyazza az emocionális töltetet a következő filmhez, amiben végre találkozik az apjával. I know who I am. You do? I'm your son. Oh. Második, Csata a hídon. Kung Fu Panda. Miután Tai Lung megszökik a börtönből, az őrjöngőtös úgy dönt, hogy elejét veszik a dolgoknak és elfogják az egykori társukat. A 4-es brigád egy elég instabil kötélhídon száll szembe a félelmetes ellenféllel. A srácok elvágják a köteleket, viszont Tigris és Tai Lung a híd közepén csapnak össze, miközben a barátai megpróbálják megtartani a cuccot. A kreativitást maxra csavarták a készítők, mert hogy a duó harcol a hídon, alatta, felette, sőt még a híddal is, szóval van itt minden. Aztán a csapat többi tagja is belelendül a harcba, behozva a saját mozdulataikat, ami szintúgy menő képsorokat eredményezett. Tai Lung végül mindegyiküket kiüti, viszont a csatájuk az egyik legjobb az egész franchise-ban. Shifu, taught you well. But he didn't teach you everything. Mielőtt felfednénk az első helyzetünket, íme néhány vigaszdíjas. Harc a gyárban, Kung Fu Panda 2. Durrannak a tűzijátékok. I love you guys. Ugvé és Kai csatája. Kung Fu Panda 3. Öreg kecske, nem vén kecske.
You've grown stronger. Years in the spirit realm. You pick up a thing or two. Shen háttér története. Kung Fu Panda 2. Mély története egy lenyűgöző látványvilággal vegyítve. Shen returned to his parents full of pride, but in their faces he saw only horror. Po a szellemvilágban, Kung Fu Panda 3. Ugvé és Po szerintünk sokkal több közös képernyőidőt érdemelnének. Me? I can't take that. Just take it. I have a bigger one. Po álma, Kung Fu Panda, ikonikus nyitó jelenet, és nem mellesleg a hagyományos animáció is nagyon király. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, Po legyőzi Shent, Kung Fu Panda 2. Jó igen, a Po és Tai Lung közötti harc is felfért volna az első helyre, viszont szerintünk ez a csata a legjobb mindközül, mert ez bizony személyes. Po szembeszáll Shen flottájával, és hiába kapja arcba konstans az ágyugójukat, Shifu tanításai miatt sikeresen elhárítja az összeset. Sőt, némelyiket még vissza is vezeti Shen hajóiba. A lerombolt csatahajón aztán Po megküzd az elborult pávával. Shen nehezen akarja elhinni, hogy Po megtalálta a belső békét azok után a tragédiák után, amiket veletett. Bár maga a csata talán nem a leglenyűgözőbb látványilag meg mozdulatokban, de karakter szempontból kétségkívül ez volt a legjobb. You should, Shen. You gotta let go of that stuff from the past, cause it just doesn't matter. The only thing that matters is what you choose to be now. Po el tudja engedni a múltat és tovább tud lépni, azonban Shen nem képes szabadulni a hibáitól, ami végül a vesztét okozza. Csak egy szót tudunk mondani az egészre. Libabőr. Nektek mi volt a kedvenc pillanatotok a franchise-ból? Várjátok már a negyedik részt! Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsetek el bekövetni minket Facebookon, Instagramon és TikTokon is!